Hadd mondjam, igen, ha már persze. Az Anthony Hopkins eszembe jutott, kért meghallgatást a Laurence Olivier-től. És mondta neki, hogy persze. És akkor még mit akar mondani? Szóval, hát a Hamletet. Elmondta Anthony Hopkins a Hamletet, nagy szünet, és azt mondta a Laurence Olivier, hogy hát nem esem kétségbe, de ez nagyon jó. Azt a mindenit. Igen. Ugye azt mondják, a világ valahol volt egyik, hanem a legjobb Hamletje volt Laurence Olivier. Igen. Hát állítólag róla terjed az a történet, hogy játszotta Otellót, ugye fekete maszkba játsza. Igen. És vége az előadásnak, és egy férfias, dúvad, nagyon erős férfi energiákkal átitatott szerepet kell alakítania. Igen. Bement az öltözőjébe, és egy félnótás nő utána szaladt az öltözőjébe, és bezárta az ajtót, és azt mondta, hogy Laurence azonnal tegyen magáévá. Miközben mosta le magáról a festéket, azt mondta, hogy siessen asszonyom, mert civilben impotens vagyok. Igen. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Csúlya Imre, Jászai Mari díjas színész, érdemes és kiváló művész. Játszott Pécsett, Debrecenben, Egerben, majd az Arany János Színházban. 10 év szabadúszás után 2004-ben szerződött az Örkény Színházhoz. Az utóbbi évek magyar filmjeinek az egyik sokat foglalkoztatottabb művésze. Ő Csoki az Üvegtigrisből, a Valami Amerika maffia főnöke, El Bundy és Torrente magyar hangja, mostanság pedig a Mi kis falunk polgármestere. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, aktuális vendégemnek, Csúlya Imrének átnyújtak egy papírt. Ezen a papíron kifejezések szerepelnek, kivétel nélkül Csúlya Imre életének egy meghatározó mondatára, fontos szereplőjére, meghatározó epizódjára utalnak, az én hitem szerint igen talányos fogalmak mögé rejtve. Azok kedvéért, akik nem látják, csak hallgatják ezt a műsor, felolvasnám, hogy Csúlya Imre mely kifejezések közül választhat. A semmiből érkezett? Párhuzamos egyenesek? Hallgatni arany? Idézett gyűjtemény? Elegáns? Nem. Mitől véd meg? Közös hang? Örökölt sors? Nem szolgált rá. Ott a farka. Vízfelszínén. Ha nem volna ő, hozzáteszem a magamét. El kell a segítség. Felgyűrt ingúj. Ez a vagyonom. Szakadatlan jön. Banánhéj. Kell ez nekem? Na, melyikkel kezdjük? Válasszon egyet a művész úr. Aztán megyünk sorba. Hát ez nagyon érdekes. Nem tudok válaszolni, olyan nehéz. Idézett gyűjtemény. Az idézett gyűjtemény, ugye Csáki Judittal készült egy könyv. Igen. Ebben ez ön életét veszi végig. Nagyon sokszor veszem észre, hogy hivatkozik önnek fontos emberekre, akik önt megdicsérték. Igen. Mit mondott? Zsámbéki, MGP, Cserhalmi, igen, Mácsai. Kicsit az az érzésem, de aztán ne engedj, hogy bebeszéljem magamnak, hogy úgy, mintha még mindig nem hinné el, hogy hát már illettem a Csúlya Imre, az ország egyik legnépszerűbb színésze. Nekem meg kell ezt kicsit úgy kapargatnom magamban, hogy engem azért ezek az emberek elismernek. Ezek úgy fontos mondatok. Folyamatosan emlékeztetni magát ezekre az egyébként tényleg nagyon szép és fontos mondatokra. Ezt én rosszul gondolom? Hogy ez valami önbizalom hiányból fakad, úgy igen, érzi? Igen. Nem, ezek... Nem, nézzem. Szóval nem vagyok betegesen kisítő, de hát azért nem vagyok öntelt sem. Tehát ezek a mondatok, amikor olyan pontján jöttek a pályámnak, akkor ezek nagyon jók tudtak lenni, nagyon jól tudtak esni, mert ezek önbizalom erősítő mondatok voltak. Mondd egy példát, ami olyan, hogy ha úgy nagyon elkánficsorodott, akkor erre jó volt visszagondolni. Hát ugye említette Zsámbékit, aki a portugál bemutatója után ültünk egymás mellett, és hát mondtam, hogy Gábor, köszönöm a lehetőséget. Azt mondja, szívesen éltél vele. Szóval, és ettől 20 évig tudtam játszani a portugál. De művész úr, kellett ehhez a Zsámbékinak a bólintása? Tudja az belül az ember, nem? Én is tudtam. Akkor miért olyan fontos, hogy ezt mondta a Zsámbéki? Hát az, hogy megköszönöm, az egy...
az egy udvariasság. De hogy a Zsámbéki ezt mondta, hogy az mi volt olyan fontos, hogy értél vele? Mert ő az egyik szaktekintély ebben a szakmában. Hát szóval azért az fontos, hogy egy... Nézd, ez olyan, úgy tudnám hasonlítani, hogy fontos, hogy egy tábornok mit mond egy őrnagynak egy hadgyakorlaton. Hogy azt mondja neki, hogy na, gratulálok, őrnagy úr, holnaptól a lezredes. Igen. Meg hát az is fontos volt, hogy egy cserhalmi egyszer azt mondta egy adi versemre, amit mondtam a Víg Színházban, hogy fiatal ember maga, milyen jól mond Adit. Pedig tegeződünk, csak ugye ez a magázódás ott abban a pillanatban. Ez nagy mondat. Ez elég nagy mondat, igen. Hát akkor mondok keményebbet. Ugyanerre a gondolatra. Igen. Lánya ugyanebben a könyvben azt mondja, hogy az apám valahol még mindig egy hajdúnánási vidéki fiú, aki bizonyítani akar. De kinek? És mit a mai napig? Mondja Fanni lánya. Igen. Hát én erre próbáltam azért utalni, előbb egy kicsit távolabbról indulva, hogy mintha úgy még mindig lenne önben egy ilyen, ön a kisítőséget említette, de valami megfelelési kényszer, valami bizonyítási vágy. Hát ez a pálya egyrészt arról szól, hogy megfelelési kényszerben vagyunk. Mindenki. Hát szerintem minden. Hát gondoljon bele, hát be kell menni a próbára, meg kell tanulni, fel kell készülni, meg kell tanulni a szerepet, és meg kell felelni a partnernek, a rendezőnek, és aztán meg a közönségnek. Szóval ezt nem lehet kikerülni. A lányomnak persze igaza van abban, hogy én még mindig az a hajdunánási srác vagyok, de hát ezt nem is szabad, hogy ez elmúljon. Mert az vagyok én, onnan jöttem. Ez miben nyert teret, hogy még mindig az vagyok? Az mit jelent mai nap? Hát valamiféle tisztességbe, becsületbeli ügybe, hogy eszembe nem jut, hogy másokat csak úgy öncélúan megbántsak, vagy belemarjak. Ez ebből fakad? A vidékiségből, a hajdúnánási gyökerekből? Meg a vidéki, ott nálunk legalábbis jellemző volt egyfajta lelki tisztaság, hogy nem bántottuk egymást. Persze voltak kivételek, hát akkor arrébb kell menni. Meg mit mondott még a Fanni, hogy ez a bizonyítási kényszer? Hogy minek és kinek mondják? Minden elsősorban önmagamnak, hogy elérjem mindig azt a színvonalat, amire már egyszer vagy többször azt mondták a nézők, hogy vagy fütyültek örömükbe. Azt mondja, hogy vidéken ez a fajta lelkiség volt megfigyelhető. Pesten nem mindig? Tehát ez a fajta tisztaság, egyenesség. Hát Pest azért már bonyolultabb, meg a városok azért már... Itt több dörzsöltséggel találkozott. Igen. Igen, persze. Több emberi csalódással is? Csalódás? Hát, nem is tudom, mit nevezünk csalódásnak. Nem, ilyen rácsodálkozásaim voltak, hogy miért? Most ezt miért mondja, miért így gondolja? Mond egy példát. Nem. Név nélkül? Nem. Nem, meg ugye, na jó, hát mondhatok egy példát, például az, hogy volt osztálytársam, aki a vidékiségemből nem nézte ki belőlem, hogy én meg tudok oldani úgy egy jelenetet, hogy az a Simon Zsuzsának is tessen. Csak azért, mert ön vidéki? Volt benne egy ilyen, szóval egy fura lenézés a pesti meg a vidéki ellentét. Ez, hát fiatal embereknél ez előfordul, aztán... De hogy reagált erre? Kivágta a rezet? Nem, hát megcsináltam jól, és akkor, mit tudom, amikor már az ötödik jelenetet mutattam be, akkor azt mondta, hogy gyerek, kell veled dolgozni. Mondom, oké, dolgozzunk. Azért az elégtétel volt, nem? Ez elégtétel volt, igen. Hát voltak mások is. De ez mind abból fakadhatott, hogy úgy gondolták, hogy ön a pestiekhez képest például nem olyan szociokulturális iskolázottsággal jött Budapestre? Való. Mert a lenézés a legjobb szó, hogy egy kicsit lenéztek bennünket, vidékieket. De én is vidéki vagyok, én felvidéki vagyok, és tudom, igen? Milyen Pestre jutni, a nagyvárosba jutni, Magyarországra jutni. Igen. Szóval, hogy önben például emiatt valami fajta komplexus kialakult? Hogy én nem tudok olyat, mint a Budáról jövő gyerekek.
hogy én nem tudok ezzel vagy úgy bánni. Nem, mert én meg más, volt, amiben én voltam jobb. Szóval egy-egy megszólalásban, ugye azt is mondta aztán egy osztálytársnőm, hogy hú, Imi, te olyan természetes mersz lenni a színpadon. Hát igen, az egy különös képesség, hogy az ember, az egy bátorság, igen, hogy úgy megszólalni egy jelenetben, vagy egy versben, mint hogyha azt én írtam volna. Vagy nekem írták volna. Hát ez a színészet leglényege. Hát ez a leglényege. Nem civilnek lenni, és mégse pozőrnek. Így van. Ezt nagyon jó volt ellesni ezektől a nagy színészektől, akiket láthattam én akkor televízióba. Azoktól este nézte a tévét, és azt mondta, hogy az őze hogy csinálja, és leveszem? Igen, meg a Kern Andris, meg a Cserhalmi. Meg hát olyanokat láttam. De a tévéből le lehet ezt venni? Le, persze. Hát hallom, hogy beszél, hogy kezd el egy jelenetet. Mondd egy mondatot, most ez lehet, hogy nagyon iskolás, de olyannak, mint például én, aki életemben nem álltam színészként színpadon. Hogy mondja ezt a bizonyos mondatot, önre bízom. Civilként egy ember, a kettő közt fű alatt, ön így hívja, igen. És pozőrködve. Tehát hol az árnyalat? Ez most nagyon nehezett kérdés. Hát inkább... Mondom, ahogy én mondom. Jó? Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Én ezt így gondolom. Így ez az Úr érkezése Aditól. Ez az Úr érkezése Aditól, igen. 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 Hát nyilván hülyéskedni lehet, hogy mit... De az se volt hülyéskedés, mert elmondtam az Őze Lajosnak, kértem tőle egy meghallgatást félét, mert forgattunk együtt a 30 éjszakán keresztül a Tarbéla Magbettjében. Én egy kis hírnököt játszottam, és na, szóval azt mondta, hogy kérdeztem, hogy mikor hallgatna meg, azt mondja, most. Mondom, most? Szóval miért nem készültél? Na de. Elmondtam neki a Tűz márciusát, fiatalos hévvel, és azt mondta, figyelj, ez nem Petőfi. És nagyon igaza volt, ez nem Petőfi. Ez mit jelent? Azt, hogy hagyd kopogni. Tehát tulajdonképpen azt mondta az Őze, amit a nagyanyám mondott 5 éves koromban, hogy kisfiam, a pontnál, vonásnál meg kell állni. Tehát értelmezni kell a szöveget, Adit meg főleg. Ja, és Petőfit úgy mondta, hogy nagy lázállommal? Nem, a Tűz Március. Ja, bocsánat, azt, igen. Ilyen lázas forradalmál. Nem, azt mondja, hogy kell kopogni. De hogy mondja egy civil ugyanezt, az Úr érkezését? Ezt tudja mondani? Tehát amikor valaki még megmarad ebben a civil tónusban. Csak hogy értsük a különbséget, mert most láttuk csúlyásan. Igen. Érdekes, hogy a civil... az nagyon közel van a csúlyáshoz. Közelebb, mint a pozőr? Jóval? A pozőr nem rossz értelemben. Mert a pozőr már tanult valamit a színészetből. Azt viszi túlzásba. De a civil, az nem nincs előképzettsége színészetből. Uh-huh. Ő elmondja úgy, ahogy ő érzi. Hát ilyen volt például a hajléktalan szálon, voltam már 2-szer hajléktalan vonaton. Meg több hajléktalan szállóban is, az országban is, Pesten is. És ott egy ilyen 40 év körüli férfi azt mondta, hogy nem volt ideje megtanulni, de előző alkalommal hallotta tőlem az eszméletet, József Attilától, és azt mondta, hogy nem volt ideje megtanulni, de megengedem, hogy fölolvassa, mert neki az nagyon tetszett. És ez egy teljesen civil ember volt a hajléktalan szálon, és azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen hibátlanul, teljes őszinteséggel, magából adódó, magától adódóan mondta el azt a verset. Mert pusztalan volt valószínűleg. Pusztalan volt, értette, amit mond, semmi... ezért különlegeset, extrát nem akart belőle csinálni, hanem ahogy ő gondolta azt, hogy József Attila hogy gondolta, azt ő is úgy gondolta, egyetértett vele. Szóval ez az ember kapott volna az irodalom órán a tanártól 5-öst erre a versmondásra. És de vissza
egy nagyot az időben. Ugye azt mondja, hogy ez a hajdúnálási közeg nem okozott azért különösebb komplexusokat. Azt én jól tudom, csak egy kicsit érzékeltessük, hogy ő hova pottyant és honnan jött. Hogy úgy végig gondoltam, hogy amikor egy fiatalember, önről beszélek, föl kell reggel, és bele akar bújni a cipőjébe, és abból mindig gyakorta kiugrik egy egér, azért az nem akármi. Hát az nem. Hát az nem akármi. Hogy az emberben hogy nem fejlődik ki az, hogy azért én nagyon máshonnan jövök, mint amikor bekerül a Vas utcába. Mert ott nem ugrál egér. Hát ott nem, igen. Szülei mit szóltak, amikor színész akart lenni? Hát nem örültek. De miért? Azért, mert féltésből. Azért az elképzelhetetlen volt akkor 78-ba, hogy hajdunánásról elindul egy srác, és bekerül abba a 30 fős társaságba, akiket 950 ezer főből vettek föl. Azért ez valószínűtlen volt. De ön elhitte? Kezdetét, hogy én oda be fogok jutni? Reméltem, és mindent megtettem azért. De ez mi diktálta? Ha ez ennyire kilátással tűnt? 5 éves koromtól kezdve a nagyanyám engem versekre tanított. És ez végig kísérte az életemet, de úgy, hogy ki is próbálhattam magamat 4-5-6 évesen a szomszédba, amikor 20-25-30 ember összegyűlt esténként hát csak beszélgetni. Azért más, amikor az ember Simon Zsuzsának mond verset meg a szomszédnak. Mert a felvételi neki a gyerekkortól kell. Mondom igen. Én ezt, hogy elkezdhettem már a gyerekkoromban gyakorolni a szín, hát hogy egyszer csak ez az út nem a vérpadra vitt, hanem a színpadra. Egy aggódásból, egy félelemből ellenezték ők, nem teljes vasmarokkal, hogy én színész legyek. Gondolom, hogy klasszikus, civil, egyszerű emberek, semmi közük nem volt a művészethez. Nem, apám asztalos volt, most halt meg tavaly, anyám meg varrónő. A nagyanyám meg egy egyszerű irodalmat, verseket, nótákat kedvelő, egyszerű parasztasszony volt. Nekik az nagy pillanat volt, amikor láthatták Imikét színpadon először? Hát persze. Az elég közel volt, mert amikor a felvételi évében mi csináltunk a Marti Ildikóval, meg a Patai Pistával, már ő se él, megcsináltuk a mozi színpadán a Karinti Ferencnek a Gellért hegyi álmok című darabját, mert akkor abban voltunk szerelmesek, abban a darabban. Úgyhogy az nagyon jó, azban láthattak úgy először, úgy, amikor úgy azért 300 ember megtöltötte a mozit, és hát aztán, amikor Pécsre is eljöttek, amikor ott kezdtem a pályámat, aztán ugye Debrecen közel volt hajdunánáshoz. Pesten látták őt? Önt? Portugálba mondjuk? Nem, abban talán nem. Pillantás a hídról? Na, azt nem tudom, hogy abban láttak-e, de az Örkénybe láttak. Uh-huh. De azt hiszem, kétszer is följöttek, vagy kétszer is. Máshogy játszott? Jöttek. Meg Egerben is volt egy monodráma. De máshogy játszott az Örkényben? Főszerepet, mikor tudta, hogy ott ül anyukája, apukája? Egy picit? Nem. Dobogott? Az ember szíve olyankor, persze. De olyankor is dobog, amikor a Simon Zsuzsa, az osztályfőnököm eljött megnézni az Arany János Színházba a Trufaldinóba. Hát akkor is azért egy félel nagyobban dobban az ember szíve. Hát, de ez úgy van rendjén. Ez így is van rendjén. Önt ez doppingolja, nem bénítja. Nem bénít egyáltalán. Nem nagyon szeretem, ha tudom, hogy ilyen hírességek, vagy nagy tekintélyű szaktekintélyek vannak a nézőtéren. Nem szeretem, pont ezért nem szeretem, hogy ne drukkoljam túl ezt a jelenlétet. Mert hiszen minden este úgy játszom, mintha Anthony Hopkins nézne, hogy csak egy olyan nevet mondjuk, akit én nagy színésznek érzek, tartok. Hát a világ egyik legnagyobb színésze, igen. Szerintem. Válasszunk kérem egy másik kifejezést. Hadd mondjam, igen, ha már persze. Anthony Hopkins eszembe jutott, kért meghallgatást a Laurence Olivier-től. És mondta neki, hogy olyan vagyok, persze. És ők még mit akar mondani? Szóval, hát a Hamletet. Egyik leghíresebb szerepe volt igen. A Olivier-nek. Igen. És így ránézett a Olivier, és azt mondta, mondja. Elmondta Anthony Hopkins a Hamletet, nagy szünet, és azt mondta Laurence Olivier, hogy
Hát nem esem kétségbe, de ez nagyon jó. Azt a mindenit. Igen. Ugye azt mondják, a világ valaha volt egyik, hanem a legjobb Hamletje volt Laurence Olivier. Igen. Hát általában róla terjed az a történet, hogy játszotta Otellót, ugye fekete maszkba játsza. Igen. És vége az előadásnak, és egy férfias, dúvad, nagyon erős férfi energiákkal átítatott szerepet kell alakítania. Igen. Bement az öltözőjébe, és egy félnótás nő utána szaladt az öltözőjébe, és bezárta az ajtót, és azt mondta, hogy Laurence azonnal tegyen magáévá. Miközben mosta le magáról a festéket, azt mondta, hogy siessen asszonyom, mert civilben impotens vagyok. Igen. Ha igaz, ha nem ha tudom. Na, hát ha már itt tartunk, akkor még egy poén, mert ez annyira jellemző színészekre, hogy baki. Ugye be volt festve az arca feketére, a kezét egyik előadáson elfelejtette befesteni. És rémülten vette észre a színpadon, majd kiment a jelenetről, és a következő jelenetben visszajött fehér kesztyűbe. Levette, és alatta ott volt a barnára sminkelt kezem. Hát nagyon nagy színész volt. Na, hát igen. Válasszunk egy másik tőle. Húha. Tényleg, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Nem, nagyon nehéz. Ez mi az, hogy el kell a segítség? Az el kell a segítség? Igen. Tudomásom szerint felesége sokszor ment önnel bértárgyalásra. Ez igaz? Mert úgy volt vele, hogy jobb, ha ő ott van, hamarabb és hatékonyabban tudja Imrének az érdekeit képviselni. Igen. Igaz? Igen, igen. Hát annyira gyakran nem, de egy nagyon-nagyon ominózus szerződésben valóban benne volt a keze. Ja, meg hát filmeknél. A filmeknél igen. De művész úr nem mer szólni? Hát azért voltak olyan pályakezdő évek, korszaka, amikor nem nagyon ugrálhatott az ember, mikor 3 toltartót kellett venni. Szóval a gyerekeknek. A gyerekeknek. Szóval azért ott egy... Hát ezért mennek a katona feleségek a parancsnokhoz lakásügybe tárgyalni, mert a katonának azt mondja az őrnagy, hogy végeztem. Értettem. Nem tudja képviselni a saját érdekeit, ezért a katona feleségek mennek lakásügybe tárgyalni a század parancsnokkal, vagy az ezred parancsnokkal. A feleség az egy határozottabb típus, tehát ő azért tudja igen, általában. És azért, mert hát mivel ő is szakmabeli, azért tisztában volt. Gyártásvezető volt, ugye? Gyártásvezető, szinkronrendező volt, sok mindent csinált a filmezésen belül, és na például eljött, amikor felszerződtem az Arany János Színházba, leültünk a Metzner Jánossal tárgyalni, ő is ott volt, ő nagyon nagy szeretettel, kedvesen fogadta János, és akkor rákerült a sor, hogy na hát akkor 14.000 forint lesz a havi fizetésem itt Budapesten, és akkor azt mondta a Zsuzsi, hogy ne haragudjon igazgató úr, 14.500-hoz mit szólna? És bejött. Ma így az idő előre haladtával bátrabban tárgyal? Most már, hogy azért Csúlya Imreként jár el, már hogy azért ismeri az ország. Hát igen, megmondom, hogy én mit szeretnék, általában bejön. Szóval, mert tudom, hogy hol a határ, azt hiszem, tudom, hogy meddig lehet elmenni. De ezt is a feleségével állapították, meg gondolom súgott. Segített, igen. Meg a tapasztalat. Meg a tapasztalat. Saját tapasztalat. De ugye jól gondolom, hogy ő, mármint a feleség, igen, egy ilyen praktikusabb lélek, ön azért inkább a művész lélek kategória. Hát igen, meg ő hogy mondjam, én nem, ő így hirtelen mindenre tudja a választ. Én ilyen lépcsőházi fickó vagyok, hogy ott jut eszembe, hogy jó, mit ezt kellett volna mondani. Mert nyilván nem arra jár az agyam, hogy én konfrontálódjak valamilyen ügyben, akár művészi kérdésben is.
Nem, én rák vagyok. Rák, ráadásul. Az egy ilyen belül őrlődőbb, érzékenyebb típus, ha hiszünk ennek. Egyet előre, kettőt hátra. Ezt nem tudja az ember lerúgni magáról. Nem is kell. Azért el vagyok én, így elég jól el vagyok én ezen a pályán. Ezzel a habitussal. Vad habitussal. Ugyanerre a témára rímel, hogy Fanni lánya azt nyilatkozta, hogy ha nincs a felesége már, mint önnek, igen, akkor már lehet, hogy ön ezt feladta volna. Azt mondta, lehet, hogy játékfüggő lenne, alkoholista, esetleg kiátsza magát erről a pályáról. Tehát ennyire kellett a felesége. Ez igaz? Ezt mondta a lányom? Hát ez. Azt nem gondolom, hogy kijátszottam volna magam, vagy kiittam volna magam erről a pályáról, mert azért ezt én választottam. Hát csak ehhez kell azért nagy szorgalom, kitartás, hát háttér. Igen, az mindig volt. Hát csak az érzelmi biztonság nem árta meg van az embernek. Az, hogy a feleségem van, az, hogy a feleségem a feleségem, és hogy sikerült olyan félig szakmabelit választani, de nem egészen szakmabelit, aki érti azt, hogy én miért este 10-kor járok haza, aki érti azt, hogy én 11-kor miért a más gyerekét szórakoztatom, ha a gyerek darabot játszom. Szóval ehhez nagyon kellett a Zsuzsi. Szempont volt, hogy nehogy véletlenül teljesen civilt válasszon? Én azt hiszem, hogy igen. Pláne amikor megismertem őt. Azt elmondja, hogy hol ismerkedtek? De előtte is már azt szerettem volna, az volt a vágyam, hogy közel legyen a filmes vagy a színházi szakmához az én leendő párom, mert mondom, csak ezek tudják megérteni igazán azt, hogy én miért járok el 17:30 otthonról, és miért éjjel megyek az a 11-kor. Mert egy az István a király bemutatóján a Királydombon ismerkedtünk meg. Mert a ő barátnője a Derzsi Csilla volt, az enyém meg a Derzsi János kollégám, és így együtt csatangoltunk akkoriban, és ott ismerkedtünk meg, és rákövetkező szilveszterkor találkoztunk, és azóta tulajdonképpen együtt vagyunk. Ez ilyen szerelem első látása? Hát azért volt rálátásunk egy fél év egymásra. De hát persze, hát az, hogy tetszett ez a miniszoknyás kislány, az persze, meg én is hatással voltam rá, azt gondolom, meg mindig is ezt mondja ma is. És fiatalok voltak nagyon, ugye 23 volt, ő meg 20, jól emlékszem? Nem, én nem? 25 voltam, ő meg, hát 3 év van köztünk. Akkor 22. 20... Ja, igen, de én 23 voltam, ő meg 20, igen. Amikor megismerkedtem. Igen. Hát azért az rég volt, azért ez egy komoly szövetség. Hát az nagyon rég volt. Nagyon rég volt. Azt is mondta a lánya, ugyanebben a könyvben, hogy nem biztos, hogy ön kivárta volna a felesége nélkül az üvegtigrist, mert hogy az volt a fordulópont. Hogy nem biztos, igen, hogy kivártam volna? Hát, hogy a pályán. Hát, hogy lehet, hogy feladta volna, amit korábban mondtam. Hogy az embernek kell, hogy legyen egy ilyen támaszték. Ezt nem tudom, onnan vette. Jó, lehet feltenni. Nagy tisztázások lesznek itt az interjúban. Lehet feltenni, lehet dolgokat, de én... Jó, de előfordult, amikor nem úgy alakultak amikor nem úgy alakult a pályám, ahogy én azt elképzeltem, hogy abba kéne ezt hagyni, de aztán mindig jött valami. Ez mikor volt például? Hát mit tudom én, hát a pályám elején. Pécset? Igen, meg nem, inkább a főiskolán volt ez, hogy másokat már vittek filmezni, engem meg nem, és úgy azt hittem, hogy majd én akkor elkezdtek filmezni nagy kosztümös, komoly fiatal ember szerepeket, de aztán mindig jött valami, ami átsegített ezen a holtponton, tehát igazából én soha nem adtam volna föl, tehát soha nem hagytam volna el a pályát. Mert azért ez egy optimizmus meg szorult belém, meg ismertem, olyan annyi önismeretem volt már akkor is, meg mindig is, hogy tudtam én, hogy hol tartok, csak mikor veszik már észre.
De aztán észrevették, szóval mindig nem baj, hogy nekem nem olyan, nem úgy alakult a pályám, hogy, hogy földobtak, és aztán elejtenek, hanem én mind lépésről lépésre szépen följutottam a emeletekre. Én arra jöttem rá, egy 37 évesen, hogy utólag gondolja így az ember, amikor már beérkezett. De menet közben ott dübörög benne, amikor már. Hát a türelmetlenség, és persze. Hát persze, a türelmetlenség, hogyne. De mondom, amikor türelmetlen lettem volna, akkor mindig jött egy meghívás Debrecenbe. Azért voltak aztán nehezebb időszakok. Egerbe. Anyagilag is azért. Hát voltak, persze, hát amikor elmentem sírköveshez fizikai melóra. Mert hát nem volt, hát a vidéken nagyon kevés volt a fizetés. Főleg Pécsett. Diplomás színész volt. Igen. De hát meg volt állapítva, hogy 4100 forint a havi fizetés egy pécsi kezdő színésznek. De hát akkor, az már akkor se volt egy vagyonnak nevezhető. És nem gondolta arra, miközben ott dolgozott a sírkövesnél, hogy hát azért én lehetnék adott esetben, nem tudom, én Liliom is. Ehelyett most ezt csinálom. Nem gondoltam erre, nem sírbakoltam, hanem megoldottam egy anyagi helyzetet a családba, miközben biztos voltam abban, hogy ez nyilván változni fog, ahogy megyek előre a pályán, úgy fog ez a helyzet javulni. Szóval ebből a szempontból én optimista voltam, nem volt kérdés, hogy nekem ez nem jön be, mert én azt mondtam mindig, hogy ekkora szorgalommal, meg ezzel a tehetséggel. Tehát kisebb tehetséggel, nagy szorgalommal is lehet itt valamit robbantani. Azt ezért mondja. Mertem feljönni az Arany János Színházba. Hát azért nem az volt a legdivatosabb színház akkor Budapesten. De jó színház volt. Uh-huh. Jó színház volt. Sokat játszottam, 4 évig játszottam gyerekeknek. Délelőtt, délután, este. Ugye a rádióhallgatók nem láthatták, hogy ön egy nagyon tekintélyes host mutatott szorgalomgyaránt, és egy picikét tehetségnek. Nem picit, hát nem kisebb. Kisebb. Igen, igaz, hogy kisebb. És azt mondja, hogy azért ez az aránypár az igazán érvényes? Tehát az igazi nagy szorgalom, ami átsegíti az ember? Fontosabb, mint az a picivel kisebb tehetség? Hát volt nekünk egy remek beszédtanárunk, a Gáti József. Ő mondta ezt így, hogy vegyék tudomásul, hogy ehhez a pályához. Ő megmondta 100%-ba, hogy 10% tehetség, 50% szorgalom, és 40% szerencse kell. De vegyék tudomásul, hogy csak a szorgalmas embernek van tehetsége. Majd, ha maguknak ez lesz a hobbiuk, majd akkor lehet valamiről beszélni. Akkor is ezt gondolta már, mint hogy ön sikeres lesz és beérkezik, amikor telefonfülkéknél átsorgott, hogy odajusson a telefonfülkéhez, és különböző szinkronstúdióknak próbált a saját magát ajánlgatni. Hosszú-hosszú évekig. Ez 4-5 évig is tartott tudomásom szerint. Nem, az sok. Sok? Az sok, igen. Ja, dehogy nem. De hát amíg tagja voltam az Arany Jánosnak, akkor ez mindig így ment, mert ott nagyon nehéz volt elszabadulni a szinkronba, mert hát délelőtt, délután is volt, hogy este is játszottam. Egyszer volt, hogy még éjjel 11-kor is volt egy előadásom. Ilyenkor ajánlgatni kellett az embernek magát? Nem ajánlgattam magam, hanem fölhívtam, hogy nincs-e valami lehetőség, mert például holnap rá. Ez tulajdonképpen egy egyszerű egyeztetés volt a különböző szinkron stúdiókkal, szinkron rendezőkkel. Ez egy egyeztetés volt, igen, hogy figyelj, mert ugye akkor még nem volt telefonunk, és hébe-hóba jöttek táviratok a Pannóniából, azt kihozta a postás, ugye, de a többi kisebb szinkron stúdióban oda kellett telefonálni, hogy te figyelj, úgy néz ki, holnap meg holnap után ráérek, nincs valami. Várjál, de van, gyere. Várjál, nincs. És ez így ment, tényleg így ment évekig. Aztán, ahogy elkezdtem szabadúszni, ugye megszűnt az Arany János Színház, akkor 2 évig jártam úgynevezett tömegezni, akkor már a Mafilmbe. Ugye a tömegezés az, hogy ilyen kvázi... Szinkronban. Ajaj, gyere ide! Böfögés! Olyan is volt? Olyan is volt, igen. Tehát kell felszólításra böfögni a mikrofonba? Persze. Most nem mutatom meg. Na és akkor 2 évig jártam, és akkor elkezdtek, mert mindig adtak egy-egy mondatot, vagy kettőt, mert hát
hogy mondjam, igen, az önbizalom, hogy igen, ha én ezen megyek, ha én szorgalmas vagyok, ha én ezt meg akarom tanulni, akkor mondom, annak előbb-utóbb látszatja kell, hogy legyen, és lett is, mert rám bíztak két mondatot, hármat, négyet, ötöt, és egyszer csak két év után egy 17 tekercses epizód szerepet, amit megcsináltam elég jól, és másnap jött a felhívás, a felkérés, hogy én leszek a Peter Ustinov magyar hangja a Quo Vadisban. Hát azért ez a lépcsőről lépcsőre, ez azért nagyon megnyugtató volt, és onnantól kezdve jöttek sorba az óriási színészeknek kölcsönzött hangjaim. Kire a legbüszkébb? Vagy inkább úgy kérdezem, amit úgy megmutat, nagyon szívesen, vagy megmutatna az unokáinak, hogy no, itt a papa nagyon odarakta magát. Hát azért a kutyaszorítóban az is nagyon jó volt. Nagyon szerettem a Billy Bob Thornton a Penge élen. A Penge élen. A sajnos nem láttam. Ahol egy fogyatékos fiút játszott, igen. Én az Andy Garciát mondtam volna. Az egy nagyon jó film is egyébként, igen, ha egy férfi igazán szeret. Ha a férfi igazán szeret, igen, az mindenképpen. Se előtte, se utána nem szinkronizáltam az Andy Garciát, de abban nagyon jó voltam. Hát Básti Julival könnyű volt jónak lenni. Fontos még a szinkronban is, hogy ki a másik? Hát persze. Hát nem mindegy, hogy szólal meg. Hát hogyne. De hát ugyanúgy a Básti Julival a vígjátéki vénánk se veszett el, ugye csináltuk a Rémrendes Családot. El Bandiékat, igen, meg. Igen. Wesley Snipes-ot is szinkronizáltak, és imádja Wesley Snipes-ot. Igen. Amely úgy meglepődtem, megmondom őszintén. Igen. Hát én nem értek hozzá, de azért mondjuk úgy az első 50 színész közt nekem nincs a fejemben a világon. És azt mondta, hogy önnek ő a kedvenc színész. Jó színész. Jó. De ez hol derül ki? Az apróságokon. Egy tekintetben. Igen? Igen. Nem egy tucat szintű akciósztár? Aki játszik ilyet is? Szerintem olyan. Nem. Szerintem nem. Nem. Ő biztos, hogy nem. Mondhatnánk olyan tucat akciósztárokat, akik nagyon sok filmben tucat akciósztárok. De nem, hát nem, nagyon 5 vagy 6 filmjében szinkronizáltam őt, és különböző műfajokba. Nem, meggyőződésem, hogy ő... Hát én önnek aztán maximálisan elhiszem. Ugye Torrente is egy nagyon fontos mérföldkő a szinkron színészeti pályáján. Igen. És ez az egyik téma, de most már akkor lőjük ki, hogyha beszélgetünk a szinkronról, hogy találkozott ezzel a bizonyos Segura nevezető úriemberrel. Ugye ő a spanyol színész, aki játsza Torrentét. Igen, megírja, producer, rendezés, tudomásom szerint. Rendezés. És azt mondta, hogy gyere velem. Adok neked szerepet az egyikbe. Igen, az ötödikbe akart adni egy kicsi szerepet, mert az, mikor ő itt járt Magyarországon, azelőtt 2 évvel, egyszer csak ment az utcán, és kirakatban meglátta saját magát egy ilyen DVD-n. És megvette az első 3 részt. És meghallgatta magyarul. És hogy nagyon tetszett neki, és hogy nagyon hálás nekem, hogy tulajdonképpen Magyarországon ezt én vittem sikerre, az ő filmjét, mert hogy nagyon szeretik. A Magyarország, Spanyolország, meg azt hiszem Amerikában, Dél-Amerikában van hasonló sikere, mint nálunk Magyarországon, és ő ennek nagyon örült, és hogy meghív az ötödik részbe egy kis szerepre. De ez mind csúszott el? Valami helyi hülyeségen. Valami vita volt. Ott kint? Nem, a két cég forgalmazó között, de nem tudok konkrét, tehát ezért nem akarok... Bosszantja nem akar, az ilyen? Nem akarom, hogy vádaskodás legyen. Valami... De bosszantja az ilyen adminisztrációs... Hát azért bosszant, hát azért nem lett volna rossz, ha mit tudom én ott van, ugye úgy volt a szereposztás, hogy Mr. Alec Baldwin, Mr. Santiago Segura, Mr. Imre Csúlya. Azért ez egy jó népsor. Tehát ez egy nagy sztárok közelébe jutott. Tehát Brad Pitt-tel volt jelenete, Donald Sutherland-del. Igen. Derek Jacobival. De olyankor a hajdunálási, hogy mondta?
vidéki fiú, hogy mondta, hogy hajdúlánási gyerek? Az állott, vagy már a Csúlya Imre, aki országosan ismert? Melyik jön elő, amikor ott találkozik két szempár, mondjuk első? Nem, hát az, akit a Csúlya játszik. Az a szerep. De most csak úgy akartad, előjön az, hogy azt a betyár mindenit neki. Nekem ugrált ki az egér a cipőmből, és most itt áll velem szemben a Donald Sutherland. Hát azért, persze, ezek csiklandós érzések, hát hogyne, persze. Vagy amikor azt mondja a Derek Jacobi egy dobogókön, egy ilyen felázott talajon, hogy az a statiszta se jó, az se jó, az se jó. És akkor kérdezték, hogy de hát ki legyen az? És én ott bolyongtam már 3 hete egy kecskével, egy kötőféken, és azt mondta, az a kecskés, az ide jött mellé statisztálni, mert mindenki karikára játszotta magát, örült, hogy kamerő előtt van, és hát túlspilázták, na. Hát nem ő, nem a statiszta a főszereplő, hanem a Derek Jacobi. És ő kinézte belőlem, hogy én nem fogom őt túlspilázni, vagy a jelenetet túlspilázni, hanem pontosan azt az arányt tudtam megtalálni, és ő ezt kiszúrta, hogy én hogy viselkedek ott ezzel a kecskével a forgatáson, a felvételben is, meg a szabad időben is. Miben mások, ha mások, ezek a gigasztárok, mint a magyarországi nagy filmsztárok? Miben profibbak, ha profibbak? Hát azért a magyar sztárok semmisebbel se kisebb sztárok. Kvalitás tekintetében úgy mondjuk. Igen, kevesebb a fizetésük. Ennyi a különbség. Hát körülbelül igen. Az igazán nagy színészeknél igen. Igen. De ugyanazt tudná hozni, most nem akarok nevet mondani, mint Donald Sutherland, egy igazán nagy kvalitású, ikonikus magyar színész, ha az a apparátus állna mögötte? Hát, mivel ők már nem élnek sajnos, de hát azért Darvas Iván, Latinovics. Tehát ő bármelyik nagy hollywoodi produkcióban kis túlzás behelyettesíthető lenne. Abszolút, Páger, Sinkovics. Igen, sokan. Maiak közül van olyan, akire így ezt mondja? Kortársa is akár. Akit félve irigyelve tisztelés néz, hogy a 700-át neki. Muszáj neveket mondani, mert Jó lenne. De nem akarok olyan sokat. De hát azért, akit csodálok, egyrészt az meg is történt a színpadon is, a Gálfi, meg a Mucsi Zoli, és annyira zavarba ejtők ezek a kérdések, mert olyan sokan vagyunk, hála a jó Istennek. És el is mondja, hogy a Gálfit és a Mucsit miért? Mivel vívják ezt ki? Hát a Mucsi egészen másfajta színészetet képvisel, mint én, de az biztos, hogy a gondolkodásunk hasonló. Amikor jártunk, kell beszélgetünk, akkor ez mindig kiderül. Hát ugye a Gálfiról meg tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon nagy színész. Egyszer a Hamletben rá is csodálkoztam, és nem jutott eszembe, hogy nekem kell jönni. Ajkára forradt a szó? Én annyira rácsodálkoztam a Gálfi játékára aznap. Mindig is jól játszotta a színész királyt, de aznap volt valami különleges levegő körülötte, és én Poloniusként így néztem, és egyszer csak azt hallom, hogy Imi, te jössz. És nagyon sokára hall, kínosan sokára hallottam meg. Na és akkor annyit kellett mondanom, hogy hosszú. Ez nem jutott eszembe, mert lenyűgözött a Gálfi játéka. De hát lehetne azért még sorolni, de... Nekik ki is fejezi adott esetben? Mondjuk Mucsinak egy találkozásnál, hogy figyelj, nagyon oda vagyok a színészetedért. Az a típus? Én szemben dicsérem a kollégát, hogyha olyan, igen. Nem minden kollégájára jellemző, meg a mi szakmánkban, nem, tehát a riporterekkel sem. De hát tudom, hogy nem túláradó ez, nem ilyen gejl valami, hanem egy őszinte elismerése egy másik kollégának a képessége, vagy a teljesítménye iránt. Ez szerintem ez nem szégyen, hogyha meggratuláljuk a másikat. Sőt, ez az egyik legnagyobb emberi gesztus. Igen. Válasszunk egy másik kifejezést. Ja.
Mit válasszak? Mi az, hogy kell ez nekem? Mi az, hogy kell ez nekem? A kell ez nekem nem az a legvidámabb téma, az a Chirac Isten című darabja, amire most készül. Aha, de ravasz. Jaj, de ravasz. Ami ugye az eutanáziáról szól, ön egy igen. vallási vezetőt alakít, aki tudomásom szerint nagyon erőteljesen ágál, amellett, hogy ennek van létjogosultsága. Az eutanáziának. Igen. És az ismert történések miatt két gyermekét is elvesztette. Igen. Mácsai Pál fölhívta önt, a darab rendezője, hogy ezt el akarja játszani. Ön erről nyilatkozott. És ön azt mondta, hogy igen. Elmondja, hogy miért. Mert azért civilként, én ezt végig gondoltam, hát embert próbáló lehet színpadon egy ilyen élethelyzetbe helyezni magam estéről estére. Hát ez egy kicsit bonyolult, mert a színésznek abban van szerencséje, hogy a színpadon az örömét is kiátszhatja meg adott esetben a bánatát is. Én ilyen szempontból szerencsésebb helyzetben vagyok, mint a feleségem. Ő nem játszhatja ki, de ő meg feldolgozza, vagy máshogy éli meg. Egyrészt, hát nagyon nehéz erre válaszolni. Én mondom, egyrészt az, hogy kijátszhatom magamból a fájdalmat, de nem akarok én ezzel foglalkozni ennek a darabnak a kapcsán, nem akarom én ezt forszírozni, vagy mint egy emléktáblát kitenni a mellemre, hogy én milyen klassz csávó vagyok, hogy egy ilyen szerepet elvállalok, miközben tudják rólam, hogy mi történt. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ez az egész eutanázia, az egész öngyilkosság kérdése, amiről kell beszélni, és hát sajnos én születtem erre tolni ezt a kérdést, bár képletesen értve, hogy én ebből valahogy azt éreztem, hogy nem lehet kimaradni. A darabból? Hát igen, nem lehet nem elvállalni egy ilyen szerepet azért, mert van egy sorsom, mert ez egy nagyon égető kérdés, amit feszeget ez a Chirac, mondom, az eutanáziával kapcsolatban, meg az öngyilkossággal kapcsolatban. Ha nem szerepe szerint kellene beszélni a színpadon, tehát a Chirac gondolatait tolmácsolni, igen. akkor mit mondaná erről a kérdésről? Hogy áll, úgy általában véve mindenhez? Gondolom, sokat gondolkodott ezen. Hát igen, igen. Meg a Chirac is beszél, hát hogy sokféle öngyilkosság van, igen. És legszöbbször pszichés zavarok következményei. És ez egy nagyon borzalmas. Ezt még elmondom, aztán hagyjuk is ezt. Azért borzalmas betegség ez, mert van olyan fázisa, amikor egy szuicid hajlamú fiatal gyerek olyan boldogságot mutat vagy áraszt magából egy reggel, hogy teljesen megtéveszti a környezetét, a szüleit is. De ezt tudatosan csinálják? Igen, vagy felismerés annak, hogy mit fog elkövetni ahhoz, hogy ő ne éljen tovább. Uh-huh. Szóval ez borzalmas. Ez egy ilyen szándékot megtévesztése a környezetnek, megnyugtatása? Ez a betegség velejárója, igen. Igen, mert ők akkor már abban vannak, hogy megtalálták a megoldást, hogy vessenek véget az életüknek. De ez azért is borzasztó. Szóval ez nagyon... Amikor az ember egy ilyen viselkedés árammal találkozik, különösen utólag, hogy gondolom ezerszer fölteszi a kérdést, hogy miért nem vettem észre. Igen, igen, hát utólag már könnyű okosnak lenni, utólag tudjuk, hogy ez történt. Úgyhogy a másik dolog az eutanáziával kapcsolatban, pedig azért most én végignéztem a tavaly júniusban apósomnak is, meg apámnak is a haláltusáját. 94 éves, 84 éves emberekről beszélek. Ha nem írjuk alá, hogy a gyomorszondát beültessék, akkor gyilkosok vagyunk, mi, a család. Ha aláírjuk és beteszik, akkor meg meghosszabbítottuk a szenvedését. Tehát itt, de nem lehet ezen zöldágra vergődni. Én most már nem tudom, hanyadik próbát csináljuk a színházba ebbe a témába.
Szerintem ebben soha nem lehet zöldágra vergődni. Tehát nincs megoldás, nincs jó válasz. Nincs. Ez egy patthelyzet. Ez egy patthelyzet. Nem is. Majd jöjjenek el a nézők. Megnézzük, kíváncsi vagyok. Sirák amúgy is kiváló szerző. Annyi mindenről beszéltünk, igen. És szóba jött a vers is. És arra gondoltam, hát említette Kosztolányit, egyik versét, Adit. Végén, csak ha van kedve, tudom, hogy a színészeknek ez nem megy annyira könnyen, már olyan értelemben, hogy ilyen vásárinak is tűnik sokszor, ha van kedve, akár erre a beszélgetésre rímelve, akár a kedvenc versét, amihez úgy van kedve, nem mondaná el egy verset? Olyan sok minden elhangzott. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam. Holdas, nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista. Miként az idő? Úgy repültünk. Apa, fiú, egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő, úgy repültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott repül a szánom az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapon mélyen. Ott röpül a szánom, az éjben. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. És beszéltünk az elején, hogy kell csúlyáson verset mondani, most legalább akkor igen. Beavatottunk. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon élveztem. Szépen.